back in ETV. Hello, a Balkoni TV Budapestet nézitek, a Műpa tetején vagyunk, a Bialex és a Schleppel, melyik dalt hallhatjuk tőletek? Sziasztok, ez a Még mindig lesz. Rajta! Még mindig rólad írok dal, úgy érzem, te vagy minden hang. De minden hang szóvesző ékezett meg pont. Úgy érzek, mint akkor ott pont. Akkor ott pont óvtál és vigyáztál érem. Nem volt épp semmim, csak te lány. Csak te lány. Most megvan, hogy rám nem ismersz. Felnőttem, így tán nem szeretsz. Tán nem szeretsz. Még mindig rólad írok dal. Még mindig rólad írok dal. Köszönjük a dalt. Bialex és a Schleppként vagytok itt, ez egy új elnevezés. Mi van ennek a hátterében? Az van a hátterében, hogy mindig azt hiszik, hogy a Bialex az egy darab ember, és akkor úgy döntöttünk ebben az évben, hogy mivel már több a klubfesztivál így az életünkben, hogy jobb ezt markánsabban a közönség tudtára adni, hogy ez egy csapat. A dalszerzésben mennyire vesznek részt a többiek? Most éppen dolgoztok az új lemezen, ezt hogy kell elképzelni, hogy ugye téged úgy ismernek sokan, mint egy dalszerző. Mennyire tudnak beleszólni a többiek? Hát Bálint, ő egyre jobban, és saját... Beleszól témák. És beleénekel. Beleszól, beleénekel, és saját témákkal is rendelkezik a csapatban. Meg most már úgy én is, nem is tudom, demokratikusabb lettem az utóbbi időkben. A dalokat alapvetően még mindig én írom, és én találom ki, viszont megbeszéljük, és együtt próbáljuk, együtt gyakoroljuk, úgyhogy közösen szűjük őket. Az a lány, akiről ez a dal szól, vajon felismeri magát? Hát igen, eléggé. Jó, hát köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon várjuk az új lemezt. Azt lehet tudni, hogy ez valószínűleg ez a dala még többször fognak találkozni az emberek. Azt mondjuk, honnan tudjátok, hogy mi lesz a sláger a lemezről? Mert hogy ezt mondjuk tudjátok, hogy ez valószínűleg az lesz. Nem tudjuk.
Na, én legalább... Ugye, csak szeretnétek? Én legalábbis nem mindig tudom azt, hogy melyik dal az, ami egy-két dalnál érzem, de van olyan, amelyiknél azt gondolom, hogy nem, és akkor az mégis az lesz. Nem kell ezen gondolkodni. Legyen ez az, szerintem. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy néztetek minket, egy hét múlva találkozunk. Ciao. Back in ETV.